Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című műsorunkat látják, elsőként nagyon röviden a mai témáról. Az esélyegyenlőség egy általános alapelv. Egy olyan alapelv, amely minden területen alkalmazandó, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Ennek megteremtéséhez úgynevezett pozitív megkülönböztető intézkedésekre van szükség. Magyarországon 2003 óta létezik törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. A mai műsor témája az esélyegyenlőség megléte vagy hiánya, illetve az arra való törekvés azokon a területeken, ahonnan vendégeim érkeztek. A mai műsorban nagy szeretettel köszöntöm két vendégemet, Éliásné Fancsalszky Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család esélyteremtési és önkéntes ház vezetőjeként, illetve Nemes Nagy Tündét, a Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének vezetőjét. Szervusztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Nos hát, ahogyan a rövid felvezetőben is a kedves televízió nézők láthatták és hallhatták, egyfajta megközelítésben beszélgetünk a következő percekben az esélyegyenlőségről. Hát lehet, hogy ez egy olyan téma, hogyha elkezdünk róla beszélgetni, még egy hét múlva is itt ülhetnénk, de megpróbálunk most egy kis szeletet ebből kiemelni, és a személyeteknek köszönhetően egy picit megnézni a lehetőségeket. Milyen lehetőségeket hoztatok ti magatokkal, milyen tapasztalatokkal rendelkeztek, erre vagyok kíváncsi, és ezen kérdés mentén szeretném, hogyha egy kicsit tájékoztatást adnánk a kedves televízió nézőknek. Én elsőként Évát szólítanám meg, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez a hosszú nevű intézmény, szervezet egyáltalán mikor jött létre, és milyen funkciókkal bír? 2011. szeptemberétől az első nyírségi fejlesztési társaság működteti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család esélyteremtési és önkéntes házat. Azóta lényegében próbálunk az érzékenyítésre fókuszálni, hogy a többségi társadalmat érzékenyítsük a fogyatékossággal élők felé, az idősek és a romák irányában. Ezzel kapcsolatban esélyórákat szervezünk, amiben tündéjék nagy segítségünkre vannak, mert ők tartják a vakok és gyengén látók témakörében az esélyórákat, illetve különböző programjaink vannak külön idősek befogadására, például generáción átnyúló foglalkozások, ahol a fiatalokat összehozzuk az idősekkel, és az idősek átadják a tudásukat, vagy például ugye a roma témában is érzékenyítéseket, esélyórák zajlanak, így van. És ugye, mint például a vakok és gyengénlátók irányában is elindult egy folyamat. Amiket te most felsoroltál, azokat mikor lehet megvalósítani? Tehát alapvetően ugye azért mégis úgy gondolkodunk, hogy a felnőtt társadalom nagy része dolgozik. Tehát ezt mennyire tudjátok figyelembe venni, hogy ezek egyáltalán meg tudjanak valósulni? Ezeket igazából már úgy gondoljuk, hogy gyermekkorban, fiatalkorban kell elkezdeni, és ezért az esélyórákat is iskolákban, osztályfőnöki órák keretén belül szervezzük, illetve szervezik tündéjék is. Középiskolában, általános iskolában fontos már fiatalkorban, hogy mire már oda kerül a gyermek, addigra már befogadó legyen, és befogadják a társadalomba. Jó néhány év ugye eltelt azóta, hogy a ház megkezdte a működését, így és van. Ugye ezek a programok elindulhattak. Benne van a ti feladataitokban az, hogy egy ilyen utókövetést csináltok, hogy ezeknek a programoknak milyen a hasznossága? Így van, benne van.
most már mérjük, eleinte nem mértük, most már mérjük, és elég jó arányban hasznosulnak a programjaink. Mi a tapasztalat azzal kapcsolatosan, amikor egy-egy ilyen program zajlik, egy-egy ilyen érzékenyítő óra zajlik a gyermekek előtt az ő számukra? Értik ők, hogy miről van szó? Vagy gyermeke válogatja, ki milyen családból jött? Én úgy gondolom, hogy értik, hogy miről van szó, mert ugye aki tartja az esi órát is, szemléltető eszközöket visz ki, megtapasztalhatják például, hogy a fehér botot hogy használják, vagy milyen segédeszközök állnak rendelkezésre, például a vakok és gyengénlátók részére. Tehát minden esetben, például ugye van idősügyben is érzékenyítő óránk, akkor is vannak tapasztalati szakértők. Tehát akkor elmegy egy idős, és akkor elmondja, hogy mi lenne jó, mi lenne neki igazából segítség, vagy mi neki a nehézsége a mindennapokban. Na hát Tünde, nézzük meg akkor, hogy ezeknek az érzékenyítő programoknak ti, akik valóban, ugye mondhatom, hogy még mai napig küzdötök az esélyegyenlőségért, hogy ebből mit tudtok leszűrni? Tehát amit Évi felsorolt, azoknak van a saját bőrötökön érezhető pozitív hatása? Természetesen van, hiszen elmegyünk egy iskolába, egy vidéki iskolába, mert többnyire vidéki iskolákba tartunk érzékenyítőt, de itt Nyíregyházán is. A gyerekek nagyon érdeklődőek, és például ők úgy gondolják, hogy ha otthon a nagymamának van egy szemüvege, akkor a nagymama is látássérült. Ezt el szoktuk mondani a kolléganőmmel, hogy az nem biztos. De olyan sok helyen jelen van tulajdonképpen a társadalomban azok a segédeszközformák. Gondoljunk csak egy gyógyszeres dobozra. Én bemutatom egy iskolába, hogy milyen a Braille-írás, és akkor abban a 45 percben olyan vagyok, mint egy sztár abban a kis települési iskolában, mert jött a néni és kézzel olvasott. Tehát ez is óriási dolog nekik. Hazamennek, és otthon előszedik anyánál a gyógyszeres dobozt, és ott rájönnek, hogy hoppá, itt is van Braille-írás. Az, hogy esélyegyenlőség a te számodra mit jelentene? Az én számomra, mert én látássérült vagyok, nagyon sokat jelentene. Például azt jelenteni, hogy egy hivatalos ügy elintézését nem négyszerre tudom elintézni, itt a nyomtatványok kitöltésével van óriási problémám. Nagyon minimális látásmaradványom van, de ahhoz nagyon kevés, hogy egy icipici betűvel elkészített nyomtatványnak én önállóan nekiálljak, vagy kockákat, rublikákat kitöltsek. Aztán, hogyha a felsőoktatásban, ahol most jelenleg tanulok a Nyíregyházi Egyetemen, elérhetőek lennének a könyvek digitális formában, mert én most kerestem egy könyvet tegnap, egy tanulmányi vizsga lezárásához, sehol digitális változat, írtam a kiadónak, két napja ők sem reagálnak, elmentem a könyvtárba, ma az egyik kollégám beszkennelte, 300 oldal, és még most kezdem el majd kijavítani a könyvet, és mire talán sikerül, addigra a többiek is talán levizsgáznak. Úgyhogy ők mindig helyzeti előnyben vannak. És szerinted ez nem csak egy álom, amire te vágysz, hogy minden ugyanolyan elérhető legyen számodra is, számotokra, és én nagyon profánul fogalmazok, de mégiscsak ez a lényege a kérdésemnek, hogy lehet-e olyan helyzet, amikor minden karika csapás szerűen működik? Hát az az igazság, hogy ebben az évben próbáljuk azt a kollégáimmal, illetve az Egyesületben dolgozó önkéntesekkel ezt nagyon nagy mért, tehát egy picit előrébb tolni, mert hogy ebben az évben 2018-ban 20 éves a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról rendelkező törvény, ez a 1998 évi 26-os törvény. Ennek mentén végezzük ebben az évben egy kicsit jobban kidomborítva a munkánkat, és olyan dolgokat próbálunk majd megvalósítani, aminek a hiányát látjuk. Tehát az érdekvédelemben például óriási hiány az, hogy a városban nincs egy fogyatékos ügyi tömörülés, egy kerekasztal, amikor történik például egy felújítás, vagy egy akadálymentesítési munka, vagy megérkeztek az új buszok, vagy nem kapunk róla tájékoztatást, vagy utólag. Azt, amikor hangsúlyoztad, vagy kiemelted, hogy úgy próbáljátok a munkátokat most végezni ebben az esztendőben,
Kivel dolgozol együtt? Mi a te tulajdonképpeni munkád? Én a Vakok Egyesületében dolgozom, ott vagyok vezető. Rajtam kívül dolgoznak még ott 7. Én magam látássérült vagyok, és ezen kívül még 5 látássérült dolgozik, és 8-an vagyunk, ebből 6 látássérült és 2 egészséges munkavállalónk van. Mi feladatunk az, hogy a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő, illetve az ország több nagyvárosában, megyében élő látássérülteket tulajdonképpen kiszolgáljuk, mert mi főleg szolgáltató tevékenységet biztosítunk, tehát megpróbáljuk az egyenlő esélyi hozzáférést biztosítani. Mondok erre egy példát. Van egy programunk az Egyesületben, bármi, legyen ez egy információs nap, egy tájékoztató nap, egy kirándulás. Mi ebben az esetben mind a 600 tagunknak elkészítjük a meghívót. Ebből a 600-ból megkapják ugyanazt nagybetűs síkírásban, legalább 18-as betűméretben, megkapják brailleírásban, megkapják hangos változatban, a stúdiumban felolvasott formátumban és elektronikusan e-mailben. Mindenki úgy, ahogy kéri a belépési nyilatkozatán. Mert például egy teljesen vakembernek hiába küldöm én el nagybetűs síkírásban a levelet, ha nincs, aki felolvassa, akkor nem jut hozzá az információhoz, és a szemétben landol. És ha mondjuk ő azt mondja nekem, hogy Tünde, én ezt hangos változatban szeretném, akkor jön egy önkéntes felolvasó, felolvassa, beül a stúdióba, felolvassa, a kollégám ő ráteszi egy CD-re, elküldjük postán, és ő már is hozzáfér az információhoz. Hát ezek nagyon érdekes dolgok, amiket mondasz. Nyilván ebben a stúdióban mi már többször is összefutottunk, hiszen önkénteseket gyakran vártok, főleg, hogyha valami kiemelt ünnep közeledik kis hazánkban az emberek, a családok életében. Évivel eddig arról beszéltünk, hogy az egyik irányról, hogy mit kínál a ház, de ki az, aki csak úgy bemegy és segítséget kér? Milyen ügyben tudtok segíteni? Igazából nagyon kevesen fordulnak segítségért hozzánk. Az egyenlő bánásmódhatóságnak is van nálunk kihelyezett ügyfélfogadása. Körülbelül havi szinten 1-2 ügy az, amiben esetleg segítséget is tud nyújtani a dr. Szegedi Zsolt konkrétan, de azok is általában nem feltétlenül esélyegyenlőséghez kapcsolódnak. Mi lehet az oka ennek? Azt nem hiszem, hogy nincs a levegőben benne, vagy nem történik emberekkel olyan helyzet az életükben, hogy esetleg tapasztalatként, ha más nem, hogy azt elmondják, és akkor ezeket össze lehet gyűjteni. Mi lehet az oka annak vajon, hogy így nem jutnak el hozzátok az emberek? Igazából ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem. Talán azért, mert egyszerűen nem érzik azt, de ezt talán nem csak így megyei szinten, hanem országos szinten is, nem érzik azt, hogy segítséget kaphatnak. Pedig tényleg ott vagyunk, és szívesen segítünk akárkinek, akinek bármilyen problémája van. Csak valahogy lehet, hogy úgy van benne a levegőben, hogy minek. Aha, értem. Tünde, te mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy nem merik felvállalni azt, hogy őket hátrányos megkülönböztetés vagy diszkrimináció éri. Tehát, mert az, hogy dr. Szegedi Zsolt nálunk is tart ügyfélfogadást, tehát az egyenlő bánásmódhatósága ügyfélfogadása az nálunk is szolgáltatás. Nagyon, nagyon kevés ember keresi fel, tulajdonképpen havonta 1-2, mert szerintem nem merik felvállalni, tehát eljönnek, elmondják, aztán elmondja nekik az ügyvéd úr, hogy jó, akkor az ügyet továbbítom Budapestre, lehet, hogy önnek oda most el kell jönni, akkor az egy nagy dolog, meg szerintem félnek attól, hogy még ha nem is nevesíti a hatóság, csak az ügyet teszi közzé, de valamiért, tehát félnek ezektől a dolgoktól, és meg nem is, szerintem nem is gondolják, hogy attól nekik jobb lett, tehát hogy ettől ez majd megváltozik. Vagy hogy utóélete lesz annak, hogyha ők esetleg valahol közzé teszik a problémájukat. Vagy talán mindkettőtök válaszában benne volt az, hogy nem is biztos, hogy felismerik az egyének azt, hogy ez, ami most történt velem, ez igenis alkalmas arra, hogy én
ezzel elmenjek valahová, és én erről beszéljek. Tünde, a ti esetetekben, akik látássérültek, ezzel a típusú fogyatékkal élnek, az életben mik azok a leggyakrabban előforduló helyzetek, ahol érezhetitek azt, hogy hátrányban éltek, most a 21. században is? Hát a hivatalos ügyek intézésénél, amit az előbb említettem, az mindenképpen. Tehát ha mondjuk egy okmányirodába bemegy egy látássérült, aki legyen vak, aliglátó vagy gyengéllátó, és önállóan megy, akkor inkább ne menjen. Vigyen magával egy látót, mindegy, hogy két, rokon, családot, munkatársat, az egyesületből egy munkatársat, tehát vigyen magával, és akkor talán csak egyszer megy, és nem négyszer. Aztán az integrált oktatásban is nincsen meg időben a tankönyv. Tehát szeptemberben, amikor egy átlag középiskolás elkezdi az iskolát, ő megkapja a tankönyveit, a látássérültnek még nincsen digitális tankönyve, majd talán április közepén. És ugyanez van a felsőoktatásban is, tehát a szakirodalomhoz nagyon nehéz hozzáférni. Az idegen nyelvű kiadványoknál. Mondjuk nálunk az Egyesületben szerencsések vagyunk, mert készítettünk már kezdő angol hangos tananyagot, németet, középhaladót, és most legutóbb turisztikai kiadványt is készítettünk, angol nyelven magyar fordítással is, a nyáron elkészül a német nyelvű magyar fordítással is, és próbáljuk arra ösztönözni a látássérülteket is, ha nem tankönyvből, mert az tehát számukra az nem akadálymentes, főleg azért nem, mert mindig a képekhez tartoznak az információk, és ahol vizualitás hiány van, ott teljesen mindegy, hogy most ezeket a könyveket digitalizáljuk, vagy nem, mert úgyse fogja tudni használni. De próbáljuk arra ösztönözni őket, hogy igenis tanuljanak idegen nyelvet, mert rengeteg lehetőség van benne. Aztán fontos az, hogy foglalkoztatásba kerüljenek a látássérültek. Rengeteg szakképzett látássérültünk van, jogászok ülnek otthon, és várják azt, hogy valahova nyílt munkaerőpiacra befogadják őket. Lehet őket foglalkoztatni, lehet minket foglalkoztatni. Tehát meg lehet teremteni azokat a feltételeket, hogy esélyegyenlőségünk nekünk is meglegyen. Te most mit tanulsz az egyetemen? Én most közösségszervezést tanulok, ez a fő szak, levelező formában, mert hogy mellette dolgozom, és hogyha majd szakosodnom kell, akkor humán szervezésre fogok szakosodni. Ez körülbelül az lehet, mint régen volt az andragógia. Meg amit most amúgy is csinálsz. Nem? Igen, igen, igen. Igen. Tehát amit amúgy is csinálsz, csak még hivatalosan papírod is lesz majd róla. Ismertek egyébként, mert azt tudom, hogy nagyon tájékozottak vagytok, hiszen te az internetet is használod, hogy milyen jó külföldi példák vannak esetleg? Persze, hát igen, mindenféleképpen, igen, ismerünk például. Külföldön, Svájcban vannak olyan nagyobb informatikai cégek, ahol vannak ezek az IT-szerviz, hogy felhívjuk telefonon, például nem tudjuk feltelepíteni a számítógépre a programot, akkor feltárcsázunk egy telefonszámot, és nem is gondolja az ember egy látássérültől a másik végén, és ő ad tanácsot, hogy hogyan kell. Ezek a hétköznapi dolgok, mint telefonhasználat, internet használat, ez mikor tudott a vakok és gyengéllátók életének teljesen szerves részévé válni? Körülbelül szerintem ezek az okos telefonok, ezeket, ahogy a tagjaink mondják, ez a simogatós telefon, ez körülbelül olyan 2 éve, amikor az iPhone-nál például, ez egy nagyon jó, praktikus készülék, azért, mert benne van a beszélő alkalmazás. Tehát kisegítő lehetőségek, látássérültek, bekapcsolom, megszólal. A másik fajta telefon is jó, tehát az androidos lehetőség is kiváló, csak ott meg kell venni, nagyon minimális összegért, de meg kell venni azt a magyar hangot, hogy magyarul szólaljon meg a készülék. De mindent meg lehet csinálni ezekkel a telefonokkal, csak meg kell tanítani az embereknek, hogy hogyan kell használni, hogy nem a gombot nyomom, hanem gesztusokkal, hogyan tudom navigálni. Ilyen oktatásokat is végzünk például az Egyesületbe. Évihez fordulok a következő kérdésemmel. Ugye a ti intézményeteknek, a házatoknak a nevében maga a család is szerepel. Most ugye főleg az esélyekről, esélyteremtésről, egyenlő esélyekről beszéltünk eddig. A család
milyen feladatot ad nektek? Ugye 2018 a családok éve. Nem csak ebben az évben nyilván, hanem eddig is figyelemmel voltunk a családokra. A családi összetartozás erősítése a fő célunk, illetve a kormányzati programoknak a, úgy mondom, hogy népszerűsítése, de ezáltal a családoknak segítségnyújtás, hogy például, hogyha egy csokot szeretne felvenni, egyáltalán hova forduljon, vagy ugye gyermekvállalás esetén mondjuk milyen plusz lehetőségek vannak, vagy hogy hova kell fordulni, ahol tudja igényelni a támogatásokat. Ezen kívül ugye családi napokat szervezünk, családi vetélkedőket, ahol... És ezekre a családi napokra és vetélkedőkre, már bocsánat, hogy beleszóltam a gondolatmenetedbe, kik mennek el? Tehát mely családokat éritek el? Általában megpróbálunk falunapokra kitelepülni, tehát mivel ugye megyei szintűek vagyunk, kisebb falvakba is eljutunk falunapokra, vagy városnapon, például itt Nyíregyházán. És ott lényegében akit már bármilyen program érdekel, családokat, tehát elég széles körű, akit elérünk. Vannak-e nektek kiadványaitok, vagy olyan ismertetőtök, amiben röviden, de azért érthetően benne van a ti funkciótoknak az ismertetése? Így van. Van ilyen kiadványunk. Így van. És hol lehet, milyen helyszíneken ehhez hozzáférni? Hol vannak ilyen, ezek elhelyezve? Az ilyen családi napokra is mindig viszünk ki, akkor van ugye az irodánkban is, ugye több helyen is van irodánk, nyilván maga az esélyteremtés és önkéntes ház az egy irodában működik, de egyébként több helyszínen is vagyunk. Mindenhol ki helyezésre került, az önkormányzatoknak is küldtünk ki, tehát lényegében elég sok helyen. Én gondolom, hogy azért fontos iskolákkal, óvodákkal ugye tartani a kapcsolatot, szociális szolgálatokkal, más segítő szervezetekkel. Tudod satszolni nagyjából, hogy hány szervezettel tarthatjátok a kapcsolatot, meg hivatallal? Meg? Körülbelül 200. És akkor gondolom, akkor annak megvan az esélye feltétlenül, hogyha ők olyan helyzetet találnak, vagy olyan helyzetbe ütköznek, akkor irányítják. Akkor így van, keresnek minket, és további segítségünket kérik, hogy hogyan tovább. Mit tartasz a legfontosabbnak elmondani a kedves nézőknek ennyi évi működés után magatokkal kapcsolatosan? Nem arra kérlek, hogy ismételd meg, amit itt a műsor elején elmondtál, tehát hogy miben gondolkodjanak, hogy mikor merjenek el indulni felétek, segítséget kérni, milyen szakemberek vannak nálatok, akik azonnal tudnak akár jó tanáccsal szolgálni. Bármilyen diszkriminációs ügyben nyugodtan fordulhatnak hozzánk, illetve bármilyen például szervezetek is fordulhatnak hozzánk, hogyha bármilyen programjuk van, amit nem tudnak, úgy például szeretnének megvalósítani egy programot, ami érzékenyítésről szól, fordulhatnak hozzánk, kimegyünk nagyon szívesen bárhová, bármilyen helyszínre. De akkor tájékoztatókat is tartunk, cégek is szóba jöhetnek, így van. Ott is szintén a foglalkoztatással kapcsolatosan is nagyon szívesen segítünk. Úgyhogy lényegében abszolút nyitottak vagyunk. Ugye mivel megyei televízióról van szó, ezért jó eséllyel elég sokan láthatnak bennünket itt Szabolcs-Szentmárberek megye határain belül, úgyhogy én abban bízom, hogyha valakit bánt valami, vagy eddig azt gondolta, hogy ez nem feltétlenül olyan szintű eset, hogy kérhet segítséget, gondolja végig, és hogyha úgy dönt, akkor induljon el pontosan hová? Nyíregyháza, Városmajor út 200. Jó, és akkor ott kit keresett, bárkit, akit ott talál? Ott földszinten egyes számú irodában, ott vagyunk, ott ülünk egymás mellett. Hétköznapokon, így van, reggel 8:30 délután 4:00. Van honlapotok, e-mail címetek? Így van, Facebook oldalunk, ami megtalálható az interneten. Jó, még egyszer mondjuk el a szervezetetek nevét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család, esélyteremtés és önkéntes ház. Mert ugye nem is rövid, nem is olyan egyszerű, de azért nagyon sok minden magába foglal. Tünde, a beszélgetés végén én azt szeretném, hogyha összefoglalnánk a legfontosabb információkat. Én azt gondolom, hogy az Évi Jég szervezetével ellentétben ti azért nagyjából már tudjátok, hogy kik azok, akik ugye érintettek a ti
játékotokat tekintve, illetve akikkel ti egy közös szervezetben, egyesületben benne vagytok, de mégis szeretném, ha kiemelnéd, hogy milyen esetekben fordulhatnak hozzátok, azon túl, amit ti magatoktól is szolgáltattok. Hát tulajdonképpen nálunk a klientúra azokból az emberekből áll, azokból a családokból, akiknek bizonyos szociális ellátásokat folyósít a magyar állam. Ez lehet az emelt összegű családi pótlék, főleg gyerekek esetében, vakok személyi járadék és a fogyatékossági támogatás. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő látássérült, valamilyen szembetegsége van, bejöhet hozzánk nyugodtan, információt nyújtunk az ügyfélszolgálati irodában, elmondjuk, hogy hogyan lehet ezeket a szociális ellátásokat igényelni, mindenféle nyomtatványt a rendelkezésre bocsájtunk, sőt, kigyűjtjük a jogszabályból, hogy milyen orvosi vizsgálatokra kell elmenni, hogy ne legyenek hiánypótlások, mert ezeknek a szociális ellátásoknak a határozatáig eljutni, hogy egyáltalán megállapító határozatot kapjanak, az körülbelül 60 nap, tehát hogy ne hosszabbodjon, csak inkább rövidebb legyen. Akkor közösségi programokat szervezünk, ahova tulajdonképpen mi is várjuk a családokat, mert egy látássérült nem egyedül jön ezekre a programokra, hanem anyával, apával, élettársal, tehát a családtagokkal közösen egyfajta integráló programokat szervezünk. Lehet ez színházlátogatás, most a hétvégén például a Braille olvasás versenyünk lesz, de lesz zoopedagógus foglalkozással programunk a Debreceni Állatparkban, ez egy ilyen réteg program a gyerekeknek, konferenciákat is szervezünk, tehát minden olyan programra nyitottak vagyunk, amit egyhogy pályázatokból valósítunk meg, amire úgy gondoljuk, hogy szükség van, hogy ismertebbé tegyük az egyesület munkáját, illetve a tagokat is megkérdezzük évelején, hogy milyen programokat szeretnének, hogyha szerveznénk. Ezen túl végzünk még egyenlő esélyű hozzáférési szolgáltatásokat, működtetünk hangstúdiót, van Braille nyomtatónk, és elemi rehabilitációs tevékenységeket is folytatunk, tehát megtanítjuk a hozzánk fordulókat például fehérbottal közlekedni, megtanítjuk őket Braille-ben írni és olvasni, és azokat az életvitelt megkönnyítő eszközöket is megtanítjuk használni, például egy vakember esetében a színfelismerőt, egy picikét jobban látó esetében a nagyítót, vagy minden olyan eszközre, amire tulajdonképpen szükség, beszélő konyha mérleg, tehát kinek mire van szüksége. Van-e valami olyan dolog, amire vágynátok, ami most jó lenne, ha lenne még? Hú, most tulajdonképpen egy biztos irodára vágynánk, mert ahol vagyunk a Start vállalat épületében az István utcán, ez most egy olyan köztes megoldás. Tehát akik ott dolgoztak, már elköltöztek onnan, tulajdonképpen már csak mi vagyunk az épületben, és úgy szeretnénk egy biztos helyet. Mert ha nekünk onnan mondjuk azt mondanák, hogy ez az épület már itt nem fogjuk önökkel fenntartani, akkor nekünk egy vadonatúj helyen megint fel kell építenünk a hangstúdiót. Erre óriási szükségünk van, közel 500 000 forintba került, amikor az országzászló térről átköltöztünk ide a startvállalathoz, mert itt újra fel kellett építeni. Nagyon szeretnénk egy biztos, stabil helyet. Hát én kívánom, hogy ez teljesüljön, vagy kívánom, hogy ha valaki olyan látja, hallja most ezt a kérést, akkor, vagy ezt a vágyat, hogy tudjon segíteni nektek ebben. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és mindenkinek azt kívánom, hogy a saját területén a legtöbbet tudjon segíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, mára ennyi volt az Életvitel. Legközelebb is várjuk majd önöket a Kölcsei Televízió képernyője elé. Viszontlátásra. A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.